Az NB1-B-s gárdával vívott első felkészülési mérkőzés után a Baja együttese volt a következő ellenfele a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapatának. Az alapozás időszakában kevés labdás edzésük van a fiúknak, ezért egy-egy felkészülési mérkőzés mutatja meg, hogy milyen állapotban vannak a játékosok. Demeter Attila, aki tagja volt a bajnoki bronzérmet szerzett gárdának, egy évnyi oroszlányi kitérő után ismét a PVSK Veolia csapatát erősíti. Hát ez egy nagyon nehéz szakasza a bajnokságnak. Tényleg nagyon sokat edzünk, érződött a lábakon, hogy ezért fáradtabbak, de úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt ez a mérkőzés is, és tudtunk belőle profitálni sokat. Tényleg ez a szükséges mindenki számára, hogy jó formában legyünk majd a bajnokságra. És nagyon jól érzem magam a csapatban is, és élvezem az edzéseket, és tényleg várom már, hogy elkezdődjön a bajnokság. Ugye az első szakaszának, az alapozásnak nem sokat labdáztunk még, most kezdtünk el úgy igazán játszani az edzéseken is, illetve ugye ez volt a másik edzőmérkőzésünk még csak, de úgy gondolom, hogy lépésről lépésre haladunk, és úgy érzem, hogy készen fogunk állni majd a bajnokságra. A csapat másodedzője, Andrea Csirics, aki egyben az U20-as gárda vezetőedzője is, szakmai szempontból is hasznosnak találta a Baja elleni felkészülési mérkőzést. Nagyon fontosak ezek az edzőmérkőzések egyrészt azért, hogy a hosszú szünet után a játékosok újra megszokják a labdát és egymást. Másrészt azért is fontosak, mert ezeken a találkozókon tudjuk kijavítani a még meglévő hibákat, amiket élesben már nem szabad elkövetni. Azt is fel tudjuk mérni, hogy milyen szinten áll a csapat, és ennek fényében hogyan módosítsuk a másnapi edzést. Fiatal a csapatunk, ugyanis én már nem játszom. Nagy vicc volt, de kell még javulniuk a fiúknak. Apró dolgok ezek, amik azonban kulcsfontosságúak a fejlődéshez. Fiatal, de nagyon jó a csapatunk. Sok-sok munka vár még ránk a bajnoki rajtig, de az a cél, hogy jó ütemben, jó formában és jó erőben kezdjünk, és akkor jó szezont futhatunk. Az alapozó időszakban sok futás és erősítés szerepel a programban. Az erőléti edzőnek ilyenkor még nem túl hálás a szerepe, de a későbbiekben a bajnokság folyamán rengeteget jelent a jó erőllét. Most vagyunk a harmadik hetében felkészülésnek a srácokkal. Szerencsére van még egy hónap felkészülési időnk, egész szeptembert végig tudjuk edzeni, úgyhogy szerencsére van még időnk a srácokkal végigcsinálni megfelelően a felkészülést. Hát mostanság atlétika pálya, állóképességet javítunk a srácoknál, ezen kívül pedig a konditeremben dolgozunk, erőfejlesztés, és időnként megyünk a Malombodjba a srácokkal futni egyet, és az edzések elején egy körülbelül 20 perc fél órában még szoktam velük foglalkozni, attól függően, hogy kinek miben kell fejlődnie természetesen, azon is dolgozunk, úgyhogy egyelőre megy a műhely munka. Az egyetemre fogunk menni, tehát a sportlabort fogjuk tudni használni, a TTK-nak a sportlaborját, úgyhogy hamarosan megyünk és tudunk csinálni egy erőfelmérést a srácoknak, hogy aktuálisan hol tartunk, és akkor ennek megfelelően, meg a próbajátékoknak megfelelően látni fogjuk, hogy hol tartanak, és ehhez képest a vezetőedzővel megbeszéljük, hogy merre tovább. A PVSK Veolia szeptemberben először a Zalaegerszeg ellen játszik felkészülési mérkőzést idegenben.